Már zajlanak a nagykálói víztorony felújítási munkálatai. A létesítmény kívülről és belülről teljes terjedelmében megújul, amire a Nagykálóváros ivóvízminőségjavító projekt című program ad lehetőséget. A település az új Széchenyi terv keretein belül közel 600 millió forintot nyert az ivóvízhálózat korszerűsítésére. Ennek része a víztorony felújítása is. A víztoronytól a vízműtelepig egy toronytöltő vezetéket készítenek, elvégzik a víztorony szerkezeti felújítását és a víztér újraszigetelését. A vízműtelep építészeti és technológiai felújítása, az irányítás technika korszerűsítése is sorra kerül majd, illetve új víztermelő kutat alakítanak ki. A felújítási munkálatok befejezése után a víztoronynak is sokkal üzembiztosabb lesz a működése, és terhelhetőbbé válik. 50-60%-os készültségnél tart ez a projekt. Először is szeretném megköszönni tényleg a nagykálóiaknak a türelmét, amit ezzel kapcsolatban mutatnak. Én azt gondolom, hogy a lakosságnak a jelentős része tudja, hogy ez azért történik, hogy még tisztább vizet igyunk, még biztonságosabban legyen az ivóvíz, történjen az ivóvíz szállítása Nagykálóban. Fontos azt kiemelni, hogy 6 km ivóvízvezeték cseréje zajlik most itt a belvárosi részen is, amely utána az üzembiztonságot fogja fokozni. Tehát nem lesz olyan, hogy télen XY helyen majd csőtörés lesz, mert ezek tiszta, új, modern csövek lesznek, sokkal megbízhatóbb nyomással, tolózárakat cserélünk az egész város szerte. A tolózárcsere azért fontos, voltak olyanok, amikor csőtöréseink voltak az elmúlt időszakban, és nem volt elég egy utcát kizárni, mert az a tolózár nem működött, tehát nagyobb területi egységeket kellett kizárni. Azokon a részeken, ahol esetleg végül is el kellett zárni a vizet, sokkal kisebb szakaszokat, sokkal biztonságosabban tudnak majd kizárni a szakemberek. Az ivóvízhálózat rekonstrukciója az egész várost érinti. A fejlesztés kiterjed az ivóvíz vas és mangántalanítására, az ammónium és arzén mentesítésre, valamint a hálózat korszerűsítésére is. A Korányi és a Bátori úton az aszbeszt-cement gerincvezetékeket cserélik ki, amely csőroppantásos módszerrel történik. Ez azt jelenti, hogy a szakemberek először kiássák, majd behúzzák az új vezetéket a hálózatba, ezután elvégzik a lakóingatlanok rákötését. A munkagödrök betemetése csak azután történik meg, ha minden mérés és eredmény megfelelő. Emellett a város többi részében több mint 100 helyen cserélik a szakaszoló tolózárakat. Sajnos el kell mondanom, hogy itt a belvárosban meg a Bátori, illetve a Korány úton a munkálatoknak még nincs vége, mert következő hetekben, szerintem körülbelül 3 hét múlva az útépítők is fel fognak vonulni, tehát ez az útszakasz, a belvárosi útszakasz egészében ilyen zűrös lesz. Viszont ha ennek végére érünk, akkor egy legmodernebb újra aszfaltozott, újra szegélyezett kerékpárúttal is olyan helyeken, ahol nincs járda, járdával ellátott utunk lesz, ez a Korányi és a Bátori út viszonylatában mondom. Én azért eddig is köszönöm a türelmét a lakosságnak, de még mindig egy kis türelmet kérek, még legalább egy 3-4 hónapig legyenek türelmesek, próbálják még inkább használni a másik útvonalatot, a Nyíregyházára mennek, tehát a Mátorok úti részt, Mátorok Budai Nagyantal utcát. Hogyha meg itt ezt használják, akkor már legyenek türelmesek, és értsék meg, hogy ez azért van, mert fejlesztjük a várost, és épül a város, szépül, és tartalmilag is új dolgok épülnek meg. Nagykáló vízellátó rendszerét 1973-ban létesítették a kornak és az akkor érvényben lévő vízminőségi előírásoknak megfelelően. Az azóta eltelt körülbelül 40 évben a rendszeren nem végeztek jelentős munkálatokat, így most alapjaiban újítják meg a meglévő technológiai elemeket. Így például több mint 1600 méter hálózat és nyomásfokozó, vízvezeték és települési vízvezeték felújítására kerül sor a program során.